Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat, ez itt a Patent, a Tudományos és Kulturális Értékek magazinja. A Z-generációról rengeteg sztereotípia él, például, hogy keveset olvasnak, vagy hogy egyáltalán nem olvasnak, folyton a telefonjukat nyomkodják, kevésbé motiválhatóak, vagy egyáltalán nem motiválhatóak. Ám ezek alapja úgy tűnik, hogy csupán csak annyi, hogy keveset tudunk róluk. Mai vendégem Iványini Nagy Kinga, könyvtáros, tanár és tudásmenedzsment szakirányjal felvértezett informatikus könyvtáros, aki évek óta azért tesz jelentős erőfeszítéseket, hogy az említett Z-generációt olvasóvá nevelhessük, olvasóvá tehessük. Mindezt élményszerű eszközökkel, könyvtári környezetben. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdiónkban. És hát először egy kicsit szeretnélek téged bemutatni, hiszen én nem nagyon találkoztam olyan könyvtárossal, aki ne szeretné a könyveket, és olvasni is ne szeretne. Nálad hogy indult az olvasóvá válási folyamat? Van esetleg meghatározó könyves élményed, ami ebbe az irányba terelt? Először is köszönöm szépen a meghívást, megtiszteltetésnek tartom. Természetesen van első olvasmány élményem, ami nem más, mint Kormos Istvánnak a Vackor kötete. Hát teljesen magával ragadó, ahogy a magánhangzókkal, mással hangzókkal játszik a ritmika. A játék már ott is előjött. És aztán könyvtáros lettél. Most elsősorban arról mesél, hogy hogyan történt a pályaválasztás. Miért lettél könyvtáros? Mindig is nagyon-nagyon szerettem olvasni. Könyvmoly, könyvfaló voltam. Aztán középiskolás koromban ez folytatódott, és egy fantasztikus magyar tanárom volt, aki nem csak az irodalmat tanította, hanem nevelt minket a körülöttünk lévő világ megismerésére, felfedezésére. Tőle kaptunk aztán egyszer egy olyan feladatot, amiből kis előadást kellett írnunk, és ehhez könyvtári kutató munka kellett. Addig is jártam könyvtárba, de ekkor tudatosan kerestem a választott témakörben, és annyira megtetszett az ottani légkör, hogy elhatároztam, hogy én könyvtáros szeretnék lenni. És akkor ugye mai témánk elsősorban az, hogy arról beszéljünk, hogy egy könyvtáros tanár mit tud tenni, és mik azok az eszközök, amikkel ezt az olvasóvá nevelést, illetőleg egy kicsit olyan idegen is tőlem ez a fogalom, hogy olvasóvá nevelés, hiszen nálad, ahogy jártam nálad és megismertem a munkásságodat, sokkal inkább egy ilyen inspiratív légkör van, és a nevelést azt nem abba az értelembe kell venni, amikor így pálcával állsz a gyerekek mellett, hanem sokkal inkább egy ilyen opcionálisabb dolog. És a korábbi publikációban megtaláltam egy olyan fő mottódat, ez, hogy ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön téged, hanem te győzd le a rosszat jóval. És kicsit úgy éreztem, hogy nagyjából ez a fő vezérfonal, amikor te elindultál ezzel kapcsolatban. És hát az is az egyik fontos kérdésem, mert aztán ugye a mesterképzést is megcsináltad informatikus könyvtárosként, hogy volt-e olyan meghatározó élmény a pályád során, amely után aztán úgy kezdtél, vagy megváltoztatod a szemléletmódodat, vagy újfajta eszközöket kezdtél használni, mondjuk az olvasóván inspirálás folyamatában? Ez a mesterképzés volt. És itt ugye említetted is, hogy tudásmenedzsment szakirányon végeztem. Ez egyértelműen szemléletbeli változást hozott az életben. Teljesen másképp kezdtem látni, hogy hogyan működik egy iskolai szervezet, hogyan működik a tanteremben egyedül tanító tanár, hogyan működik jól egy iskola, hogyha a tanárok össze tudnak dolgozni, megosztják egymással a tudásukat. És mindezt én, hogy hogyan tudom ezt alkalmazni könyvtári környezetben. Ez nagyon inspiráló volt. Igen, és ebből született aztán publikáció is. Na de most még nem akarok annyira előre rohanni, hiszen először is beszéljünk arról, hogy az említett generációnak milyen olvasási szokásai vannak, hiszen arról nagyon sokat hallunk, hogy nem olvasnak, de amikor veled beszélgettem, akkor egy kicsit más tapasztaltam. Mi jellemző erre az általad is ismert, ugye veled, akikkel dolgozol napi szinten gyerekeknek az olvasási szokásaira? És még annyit hagyj jegyezzek meg itt a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy nálad azért nagyon speciális az életkori spektrum, hiszen általános kisiskolástól kezdve, ugye elárulhatom, hogy ez a Szombathelyi Boldog Brenner János általános iskola és gimnázium, tehát itt tulajdonképpen az érettségi kísérettel a gyerekeket. Úgyhogy most egy nagy feladat vár rád, hogy egy kicsit vázold így nagy általánosságban, hogy milyen az ő olvasási szokásaik.
Hát ugye a legkisebbek már az alfa generációba csúsztak bele. Ők már ugye úgy születtek, hogy a szüleik kezében telefon volt, vagy szinte már magzati korban a telefonnal, mobileszközökkel foglalkoztak. A nagyobbak pedig még az érző generációsak. Hát mindenképpen észre lehet rajtuk venni, hogy a gyors változék, hogy információkhoz szokott hozzá az agyuk, ezért nagyon rövid ideig tudnak fókuszálni egy-egy dologra. Tehát amikor le akarjuk őket kötni, akkor pár percben gondolkodjunk, tehát a feladatokat is úgy kell nekik megtervezni, hogy pár perc alatt végezhessenek, hiszen a figyelmük eltűnik egyszer csak. Ennek következtében, hogy ők inkább számítógépen, mobileszközön, tehát digitálisan olvasnak, egészen másfajta olvasási tevékenység végződik az agyukban. Hát azt tudom mondani, hogy inkább a böngésző olvasás lép életbe, amikor böngészünk, és kicsit felületesnek tartom ezt az olvasási módot. Van, aki kimondottan örül annak, hogy digitálisan olvashat, de a gyerekek többsége, ahogy beszélgetek velük, jobban szereti a papír alapú könyveket, dokumentumokat. Igen, egyébként ezzel kapcsolatban próbáltam és kerestem is korábbi felméréseket, és ugye a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár 2017-ben és 2019-ben a Tóth Máté által összefogott kutatást is, felmérést is végzett, amit aztán a Gombos Péter és Csima Melinda szakembereknek köszönhetően ugye ki elemzésre is került ez a felmérés, és hát a vizsgálatok eredményeiből is egyértelműen az látszik, amit te mondasz, hogy tulajdonképpen az internet használat sajnos nincsen jó hatása a gyerekek olvasás értésére. És hát egyébként ezt ajánlom mindenkinek, mert elérhető az interneten maga ez a tanulmány. Én csak így röviden, tömören azt olvastam ki belőle, hogy akik azért havonta egy-egy köteten átrágják magukat, ők kevesebben, tehát kevésbé motiváltak abban, hogy mondjuk minden pillanatban internetezzenek, illetőleg akik meg gyakran fent vannak az interneten, mondhatjuk így negatívan, hogy internetfüggők, ők meg szinte egyáltalán nem olvasnak. Ezt így nálatok is, vagy nálad is így csapódik le? Mondhatni, igen, de itt a családi mintát azért azt kiemelem. Mert hogyha egy igényes családban nő fel egy gyerek, akkor a szülők annyi érdekes szabadidő tevékenységet tudnak a gyerekeknek kitalálni, hogy szinte nem marad arra idő, hogy a telefonjukat nyomkodják. Ahol azonban egy kicsit kevesebbet foglalkoznak a gyerekkel, vagy nem ér rá a szülő, akkor nyilván a könnyebb ellenállás irányába mennek. A játék. Igen. És akkor még ugye a játékról nem is beszéltünk, bár te már itt a Kormos Istvánnak kapcsolatban itt már bekúszott a játék, mint olyan, de ez az a játék, ami órákig elszakítja őket a valós világból, ha fogalmazhatok így, és tényleg játékkal játszanak a számítógépen, aminek én annyi előnyét látom, hogy hálózatba kapcsolódnak, és legalább van egy közös valami cél. Lehet, hogy van olyan gyerkőc, akinél ugye a család mondjuk nem egészen így mutatkozik, mint amit mondtál, hogy értékes szabadidőt, változatos szabadidőt biztosítanak. A könyvtáros tanár tehet-e, vagy kinyúlhat-e esetleg a családért egy kicsit? Érzékenyíthet-e? Van erre valami lehetőség, módszer? Természetesen. Mint könyvtáros tanár, én a kicsiknél a tanítókon, nagyobbaknál meg az osztályfőnökökön, magyar tanárokon keresztül tudom elérni a szülőket. Általában a kisebbek, alsó tagozatosok keresnek meg tanítók, hogy nyárra szabadidős olvasmánylistát állítsak össze. És ilyenkor figyelek arra első-másodikban, hogy a szülőknek kikerüljön egy levél, amiben tájékoztatom őket, hogy mik az én céljaim, milyen módszerekkel segíthetik azt, hogy a gyerekeik olvassanak, és hát ez adok tanácsokat, hogy utána milyen kérdéseket tegyenek föl a gyerekeknek, miről beszélgessenek az olvasmánnyal kapcsolatban, ami segíti azt a megértést is, másrészt meg jó kapcsolat alakulhat ki a gyerek és a szülő között. Hát igen, mert azért ez a kapcsolati építés szempontjából is fontos, hogy tulajdonképpen egy értékes időtöltés, csak talán nem is számítanak rá. Amit még szeretném, hogyha elmondanál nekünk, hogy milyen összefüggés van az iskolai teljesítmény és az olvasással kapcsolatban, mert nagyon érdekes volt, amikor beszélgettünk, hogy azért itt komoly a tét. Tehát, hogyha erről beszélnél nekünk, azt nagyon megköszönném.
Mindannyian hallunk, hogy kompetenciamérések vannak az iskolában. Az első számú talán a szövegértés és a matematika. Minden a szövegértésen alapul, hogy a későbbiekben hogyan tudunk tanulni. Az egész életen áttartó tanulást hogyan tudjuk végezni. Hát a szövegértés, tehát a legfontosabb szerintem, és ezt csak akkor tudjuk fejleszteni, hogyha a gyerekek olvasnak. A mi eszközeink azok a könyvtárban is megvannak, amennyiben tudunk friss olvasmányokat, a gyerekeknek való olvasmányokat, szintezett olvasmányokat vásárolni, és a kezükbe adni, ajánlani. Uh-huh. Mi is az iskolai könyvtárnak a feladata most? Mert ugye ennek mindig változásokban vagytok. Igen. Most talán a legszembetűnőbb az, hogy ez egy közösségi tér, ahová nem csak tanulni járnak a gyerekek, hanem a szabad idejüket is hasznosan tölthetik el, de tulajdonképpen 4 pontban tudnám összefoglalni. Ez egy olyan hely, ahol az iskolában tanító tanároknak és a diákoknak biztosítjuk a dokumentumokat, amik kellenek a tanuláshoz, illetve megmutatjuk nekik, hogy hol tudják az iskolán kívül ezeket beszerezni. Aztán megtanítjuk őket az információs műveltség alapjaira. Ez egy tanulási helyszín. Harmadsorban az olvasóvárnevelés helyszíne, és negyedik pont pedig az, hogy ez egy olyan, mint egy harmadik hely, mint amilyen a közkönyvtárak. Tehát ahol a szabadidőt tartalmasan, színvonalasan tölthetik el. Most ugye itt említetted, hogy van már olyan gyerek, aki tudatosan használja a könyvet és szeret olvasni. Viszont van olyan gyerek, akinek ez nehézséget jelent. Neked, te miben látod a nagyobb kihívást? Hogy hol érzed megszólítva magad? Ez egy nehéz kérdés, mert szerintem az is sikerélmény, amikor egy olvasni szerető gyereknek látjuk az olvasás élményeit, és ahhoz hozzájárulsz te, mint könyvtáros, hogy már úgy rendeled a könyvet, hogy tudod, hogy most azok a gyerekek már nagyon szeretik és várják az új részt, viszont ott vannak azok a gyerekek, akik viszont lehet, hogy nem annyira motiváltak. Lehet, hogy érdekes lesz a példa, amit fölhozok, de vannak olyan gyerekek, akik nagyon nehezen választanak. Talán ez jelenti a legnagyobb kihívást, és ebben az az érdekes, hogy amikor először megjelennek a könyvtárban kölcsönözni, feltűnik egy-két ilyen gyerek, aki nehezen választ. És a következő alkalommal, és a harmadik alkalommal is, ő mindig nehezen fog választani. És ez az igazi kihívás, hogy neki olyan olvasmányt adjak, amit elfogad, és aztán az be is váljon. És működik, igen. Ez érdekes, amit mondasz, hogy így kiszúrod, úgymond azokat a gyerekeket, ahol kell ez a fajta ösztönzés, vagy kicsit támogatás. Térjünk rá egy kicsit a te honlapodra, amit ugye Kingáriumnak hívnak, és ez elérhető az interneten, ezt mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, hiszen itt számos tartalom van, de itt nem nagyon találtam, és általában veled beszélek, nem nagyon jellemző az, hogy cím szerint direkt beajánlasz könyvet. Ennek mi az oka? Azért, mert minden gyerek más, én nem tudhatom pontosan, hogy az olvasmány pont passzol-e hozzá, vagy sem. Én inkább szeretem témánként, csoportokban ajánlani a könyveket, például, hogy olvasson el egy kalandregényt, vagy egy csillagászatról szóló könyvet, és azon belül ő már választhat szabadon, és ez azért is jó, mert a gyerek érzi a saját felelősségét, meg érzi azt, hogy ő maga választhat, és nem mondják meg neki, hogy te most ezt olvasd el. Ugyanis tudjuk azt, hogy például a kötelező olvasmányok mennyire taszítják a gyerekeket. Nem csak amiatt, hogy nehezen olvashatóak, hanem azért is, mert hogy kötelezőek. És azt a fajta folytonosságot, hogy úgymond naplózza a gyerek az olvasást, vagy akár büszke is legyen, ezt hogyan tudod nekik biztosítani? Hát különböző anyagokat készítek számukra, amivel ők naplózhatják. Nem feltétlenül azt kell leírniuk, hogy konkrétan mit olvasnak, hanem inkább azt, hogy hány percet olvasnak, akkor, hogy milyen témakörben olvasnak. Ehhez ajánlok nekik különböző témaköröket, vagy akár olvasási módozatokat, amik játékossá teszik a kicsik számára az olvasást, és megszerettetik velük. A nagyobbaknak pedig a kihívások azok, amik inkább közelebb állnak hozzájuk, amik igen divatosak minden téren. Igenis, hogy a sportban is úgy van, hogyha az ember elér egy bizonyos szintet, és mondjuk visszatekint, látja, hogy na, meg tudtam csinálni ezt,
azt az 50 googolást, akkor ez ugyanígy működik szerintem az olvasásban is, hogyha belegondolok, hogy ezeket az általad készítettő sablonokat néztem, ami szintén van letölthető és teljesen felhasználható az interneten. Biztos, hogy hatalmas élmény lehet. Ezt megosztják vele, de egyébként van visszajelzés, érkezik hozzád, hogy... Igen, igen, igen. Ugye az is azért tanítótól függ, hogy ki hajlandó annyira közreműködni, hogy akkor a gyerekeknek mondja, hogy csináljátok, osszátok meg, mutassátok meg. Igen, szoktak kapni a gyerekek tőlem a tanév vége felé ilyen kis olvasónaplókat, és hát hozhatják tanév elején, hogy... bemutassák. Ilyen dekoráció van is a könyvtáromban. Itt mögöttem is a képen, most akik csak hallgatnak minket, ők sajnos nem látják, de majd azért remélem ezzel ösztönözzük, hogy a videós felületet is megnézik. Ugye itt pont valamiféle vetélkedő előkészületei láthatóak. Nagyon sokféle vetélkedő van, és most visszatérünk a másik fontos elemhez, a játék, amiből te építkezel. Miért van szükség, vagy hogyan, nem is tudom, hogyan tudnám kérdezni ezt jól, hogy te hogy látod, hogy szükséges akkor ez a fajta játékosság a mai Z-generációsoknál? Szerintem igen. Ráadásul azért elég köztudott az, hogy a játék a munkának egy valamilyen formája, hiszen annyi mindent tanul belőle a gyerek. Megtanulja azt, hogy kritikusan gondolkodjon, a probléma megoldó gondolkodása fejlődik. Ha csoportban dolgoznak, akkor ez valamiféle szociális viszonyulást is jelent a többiekhez. Tehát rengeteg készség, kompetencia fejlődik a játék során. És szerepelnek is, tehát megnyilvánulnak, ők képviselnek, ők ajánlanak. Egy-két ilyen vetélkedőt bemutatnál nekünk, kedvet csinálva esetleg, hogy ellátogassunk a kingárium.hu-ra. Jó, hát vetélkedőket az főképpen olvasmányokból készítek, például kötelező olvasmányokhoz, az egri csillagokhoz van ilyen, vagy a kisebbeknek a négy madártitkához. Készítettem ilyen vetélkedőt, aztán a Magyar Népmese napjára is egy nagyobb lélegzetű vetélkedő készült. Nagyon szeretik a gyerekek, hát igazából ilyenkor azt kell, hogy mondjam, hogy a könyvtári kultúra az elfelejtendő, tehát ilyenkor azért elég harsányok a gyerekek, de nem baj. Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulnak, mert úgy érzik, hogy nem kell szoronganiuk, akkor azonnali visszajelzést kapnak. Tehát számos előnye van ennek. És hogyha jól sejtem, akkor itt most már azért nem csak a könyv kerül elsőként a kézbe, hanem ahogy itt látom itt a képen is, sokkal inkább ilyen finoman rávezeted őket, hogy előbújjon egy verssor. Igen. Ez például egy jeles napi megmozdulásunk volt, ez az egyik költészet napi programomhoz készült a képen látható. Vörös Sándor van, és Kányári Sándor a képen egyébként, csak megsúgom. Igen, és szófelhőkben ábrázoltam Kányári Sándor verseit, és a gyerekeknek ez alapján kellett rájönni, hogy melyik versről van szó. Tehát ilyenkor kénytelenek kézbe venni a verset magát, és elmélkedni azon, hogy milyen szavakat találnak, és beazonosítani mindent. Tehát ez nagyon szeretik. Kicsik is, és nagyok is. Uh-huh. Tehát ez még a gimnáziumi tizedikes osztályban is működik, ez a fajta megmozdulás. Ami még nagyon tetszett nekem, ez az élő könyv. Uh-huh. Erről mesélj. Uh-huh. Mert ugye mindig mondják, hogy milyen nehéz a kis fiatalokat aktivizálni, és a képeken, a beszámolónál látható képeken, én ott már azért ilyen 14 éves korú gyerekeket láttam. Úgyhogy sikerült áttörni ezt a gátat. Igen. Ez az egyik családi programunknak az állandó része. Több éven keresztül szerveztem családi programot délutánt az iskolánkban, és ennek egyik fontos pontja az élőkönyvek. Amikor is vállalkozó szellemű tanulók elhatározzák, hogy ők maguk lesznek a könyvek, kedvenc olvasmányaikat hozzák el magukkal, és ezt kell bemutatniuk. Ki lehet őket kölcsönözni, azaz oda lehet hozzájuk ülni,
és ilyenkor el lehet velük beszélgetni az olvasmányról. Egy kicsit kell tudnia beszélni a könyvnek saját magáról, az olvasmányáról, illetve aki olvassa őt, az általa föltett kérdésekre válaszolni kell tudni. Tehát akkor előzőleg felkészülés előzi meg ezt a folyamatot? Igen, ilyenkor azért szoktam nekik adni egy kérdésort, hogy mik azok a dolgok, amikről érdemes beszélni pár percben, illetve hogy milyen jellegű kérdéseket kaphatnak. És akkor ezt úgy oldottuk meg, hogy a könyv kap egy katalógus cédulát, és hát akik várakoznak a könyvre, kijelölhetik, hogy melyiket foglalják le, mit fognak elolvasni, mert természetesen ilyenkor sorban állnak a könyveknél. Hát ez annyira jól hangzik szerintem, hogy biztos, hogy ennek az a vége, hogy aztán elolvassák ezt a könyvet. Igen. És akkor mennek vissza, és újra visszacsatolás ilyenkor zajlik, beavatnak, hogy hogy végződik, vagy hogy mikor lesz legközelebb, várják ezeket a... Hát dolgokat? Várják, igen. Győz bírni. Igen. Azért egy ilyen családi délutánt megtervezni, az nem kis feladat. Igen. De lenne rá kereslet, az biztos. De viszont említetted az előbb ezt a fajta szorongás élményt, meg azt, hogy hogyan találkoznak először a kis elsősök a könyvtárral. Úgyhogy, és ugye együtt csodálkoztunk rá egyébként az információs szorongás fogalmára, amit egyébként utána néztem, a 80-as évek óta felfedezte az információs könyvtáros szektor. Hogyan lehet ennek a méregfogát kivenni? Hogy lehet ezt egyáltalán kezelni? Vagy te látod-e, hogy már esetleg gyerekek félnek, vagy emiatt nehezebben mennek a könyvtárba? Hát azért mi próbáljuk már elsőskortól hozzászoktatni a gyerekeket a könyvtárhoz, akkor kezdjük ott. Igen. Tehát először velem úgy találkoznak, hogy a népmese napja körül, amikor szeptember végén jönnek az elsősök, és ilyenkor egy dramatikus foglalkozáson vesznek részt. Ilyenkor a Kacorkirályt dolgozzuk fel. Jól megdolgoztat engem, testileg, lelkileg, szellemileg is. Ugye itt a szorongásról, az emberi értékekről van szó. Uh-huh. És ilyenkor a gyerekek nagyon őszintén nyilvánulnak meg, főleg a szorongásokról érdekes dolgok derülnek ki. Hát megterhelő számomra is sokszor ezt így 60 percben végigélni. Viszont ilyenkor látják, hogy én ki vagyok, látják, hogy hogyan viszonyulok hozzájuk, hogyan tudok velük beszélni. És hát azért utána 12-es korig eljutni, hogy ugyanúgy szót értsek a kicsivel, mint a naggyal, hát ez egy hosszú folyamat. Aztán alsós korúban gyakran jönnek könyvtárba, nem csak kölcsönözni, hanem vannak könyvtári órák, vannak mesefoglalkozások, akkor elkezdjük a könyvtár használati ismereteket oktatni, és végül, tehát nem végül, hanem 5-es korban érünk el ahhoz a fordulóponthoz, amikor azt mondhatom, hogy az információs műveltséget kezdjük tanítani. Uh-huh. Na most itt ennek az egyik legfontosabb feladata, hogy megtanítsuk a gyerekeket megtalálni a tűt a szénak az alban. Tehát az információ áradatban megtalálni azt az információt, ami hiteles és releváns számukra. Tehát, hogyha mi ezt meg tudjuk tanítani 4-8 év alatt, akkor szerintem az információs szorongás az talán összezsugorodik, vagy ki sem alakul. De nagyon remélhetőleg, igen. Igen. Csak erre nagyon kevés az időnk. Uh-huh. Hogy néz ez most ki a tanterv keretében, hogy mennyi időt lehet erre szánni? Hát régen a NAT 2012 során az informatika tantárgyba és a magyar tantárgyba volt beépítve a könyvtárhasználat. A NAT 2020-ban, ami alapján most dolgozunk, a magyar tantárgyban van bent, illetve tantárgyközileg különböző szakórákon tudjuk ezt az információs műveltséget átadni. Most azt kell tudni, hogy nagyon kevés az óraszám. Tehát itt fájó szívvel válik meg némelyik kolléga a saját órájától, holott ez a lehető legjobb befektetés, mert a gyerek megtanul az információval dolgozni. Igen. És az nem fog menni, hogy történelem órán előkerül valami, és hogy valamit valaminek nézzél utána, de azt se tudod, hogy áll neki. Azon kívül, hogy etikusak legyünk, meg kell tanítani a gyerekeket a pontos hivatkozási formákra. Ez nagyon fontos szerintem. Igen. Hát ez küzdelem. Mert azt gondolják, hogy amit találnak, ők azt szabadon felhasználhatják. Uh-huh.
Én különösen 8. osztályban építettem erre, hogy zeneszámokkal, akkor, hogy mik számítanak szellemi adatlopásnak, illusztráltam azt, hogy mennyire fontos a hivatkozás maga, és tanítom őket. Hát, igen, meg a szkeptikus gondolkodás is egy picit itt találkozik talán a gyerekekkel. Először, hogy ami ott van az interneten, igen, hogy az nem biztos, vagy ami le van írva, igen, mondjuk a könyvben is, ott is érdemes egy-egy tudomány, egy-egy szakterületnek utána nézni. Igen, ez különösen fontosnak tartom, hogy hogyan tudják a hiteles információt kiszűrni. Hát ez most különösen fontos az interneten elérhető anyagokkal, és akkor lépésről lépésre, formai jegyek alapján végigmegyünk ezen. Viszont amit még szeretnék kiemelni, amit nagyon-nagyon fontos lenne tanítanunk, az az információs szűrőbuborék. Tehát, hogy amikor... Márva mesélj. Hát amikor belekerül a gyerek egy gondolatkörbe, illetve a felnőtt is, és csak azt fogadja el, amit az ő gondolatvilága úgy gondolja, hogy jó. Ez nagyon érdekes. Ez igen, tényleg van, hogy be tudunk zárkózni. Igen. És bezárkozunk, és nem fogadjuk el a másik véleményét. És ebből nagyon sok probléma adódik. Ez így igaz. Itt még nagyon fontos szerintem az is, amit te is többször is írtál, hogy változatos. Tehát, hogy változatos olvasás, hogy műfajok között is legyen ajánlás, ne csak, hogy könyvajánló, kétlotti és egyebek, hanem, hogy akkor a műfajok között is. Ez miért fontos, hogy többféle szöveggel ismerkedjen? Hát azért, mert a való életben is többféle szövegtípussal találkozunk. Hát, ha az utcán megyünk, akkor értelmezzünk el egy plakátot, látunk egy menetrendet, értelmezni kell tudni, vagy egy receptet. Hogyan értelmezzük? Ami nagyon-nagyon oktató, az a játékszabályoknak az olvasása. Az nagyon ajánlom. Azt fölfogni, és utána együtt társasozzon a család. Szenzációs. Tehát, hogy nem csak szép irodalmi szövegeket, meg ismeretközlő szövegeket kell olvasnunk, hanem egyéb. Igen, az feltett szándékom volt, hogy ha már itt vagy velünk a stúdióban, akkor én ilyen szakállas kérdéseket fel fog tenni, hogy mit olvasson a gyerek, és hogy mennyit olvasson a gyerek. Hát ez a mit olvasom most elhangzott, hogy mindent is. És hogy mennyit szerinted van egy olyan idő a telefonozás mellett, ami már annyira serkenti az agyat, hogy már jótékony hatását fejti ki? Hát úgy általában a 20 percet szokták mondani. De hát ugye ez gyerekfüggő, mennyire fáradékony, mennyire tudjuk ösztönözni. Hát igazából az a jó, hogyha a szülő meg a gyerek így valamit meg tud állapodni, és akkor az számon kérhető, vagy ez lesz a feladata, az nagyon jó lenne. 20 és perc. Ez teljesen a saját véleményed lesz, de hogyha te tehetnél javaslatot arra, hogy az okos technológia mikor kerüljön a kezébe a gyerkősznek, azt mi lenne az életkor, amit úgy meg tudná határozni, mert most már azért folynak erről beszélgetések egyre gyakrabban, és egyre jobban megkutatva, te hogy látod, mi lenne az ideális életkor? Hát, minél később, de én például már 5. osztályban szoktam használni. Hát ugye most nem szabad telefont használni, de vannak nálunk táblagépek, amiket be tudok vinni órára. Hát sok mindenre használjuk. Most is például az egyik vetélkedőhöz kellett használnunk. Igaz, hogy csak arra, hogy a gyerekek ilyen csengőként használják, de szükség van rá. Tehát, hogy 5. már QR kódot tudjon vele olvasni, vagy akár egy feladatot megoldani rajta, tehát akkor már jó, de amúgy minél később. Ez visszaveti a gyerekeknek az olvasási készségét egyébként, a telefonozás? Hát attól függ, hogy mit csinál a telefonon. Mert ugye van, aki olvas, van, aki olyan videót néz, hogy hogyan kell valamit elkészíteni. Szerintem az ő tudásuk is fantasztikusan nagy, csak nem éppen szép irodalmi szövegű olvasása. Aha. De hát teljesen másképpen húzalozódik az agyunk, hogyha a digitális szöveget olvasunk, mint hogyha írott szöveget. És még ehhez jön a nyári szünet, amiről meséltél nekem, hogy ez a vakáció, az tulajdonképpen a matematika és az olvasási készségnek egy ilyen Bermuda háromszöge. Igen. Én erre, hát míg gyerek voltam, érzékeltem. Most, hogy van már lányom, ő rajta is látom, hogy óriási változások történtek a nyáron. Mesélj erről egy kicsit, hogy mi történik velük akkor. Nagy nyári tudásvesztésnek nevezik ezt a jelenséget, amikor is a gyerekeknek a többsége több héttel vetődnek vissza. Több hét szükséges ahhoz, hogy
fölhozzák őket arra a szintre, mint amikor elengedték őket az iskolából. Azonban az a gyerek, aki olvas, nála ez a tudásvesztés mérhetően kevesebb, kisebb. Meg gondolom, hogyha néhány matek feladatot megold, játékosan, nem azt mondjuk, hogy matematika, hanem valamiben erre. Társas játékban van. Vagy egy receptet kiszámol, hogy mennyi kell a, nem tudom mi ez. Ez jó, ez jó. Igen. És igen. Akkor ehhez vannak egyébként a honlapról is letölthető ilyen kis segédletek, amikkel akár inspirálódhat is, hogy mit olvasson a nyáron. Ebből párat szemezzünk, mert ezek olyan aranyos lehetőségek vannak. Hát a kicsiknek az egyik játékos lehetőség, amikor így bingó játékot játszhatnak. Tehát amikor van egy táblázatunk, amiben különböző olvasmányok vagy olvasási formákat rejtünk el, és amikor egyet teljesít, mondjuk 20 percen keresztül olvas mondjuk egy strandon, akkor azt bejelölheti a bingó táblán azt a mezőt. Uh-huh. És hogyha a mezők közül van egy vízszintes sor kitöltve, vagy egy függőleges sor, akkor azt mondhatja, hogy bingó, és bátran jutalmazok meg a gyereket, hogyha elér valamilyen eredményt. Ez jó, ezek nagyon jó kis eszközök találhatóak itt egyébként. Honnan eredező ez a név, hogy Kingárium? A Kingárium? Ezt a férjem adta, ezt a nevet, és hát hogyha a rium utótagra gondolunk, az valami helyet jelent, mint például az antikváriumban, vagy antikkönyvek, és ennek mintájára ugrott be neki, hogy akkor hozzáteszi ezt a riumot a Kingához, és így alakult ki. Ez egy blogként indult, ha jól emlékszem. Igen. De most már egy sokkal professzionálisabb. 2013-ban, pontosan az egyetemi tanulmányaim után, ahol kötelező volt egy blogot létrehoznunk, gondolkodtam el akkor, hogy én ezt meg is teszem, és akkor körülbelül egy éve kicsit professzionálisabb szintre emeltem, és egy honlapot készítettem. Azért elmondanám, hogy itt vannak ingyenesen letölthető tartalmak, és vannak olyanok is, amik már megvásárolhatóak. Azt gondolom egy kicsit olyan speciálisabb, vagy mi a különbség egyébként a tartalmak között? Hogyan rangsorolod? Hát ez még egy kicsit kialakulatlan. Általában mindent le lehet ingyen tölteni, és hogyha valami fizetős, akkor ott valami plusz extrát kap, például a szerkeszthető változatot. És ez egy nagyon szép grafikus dolgokról van szó, tehát szerintem ezzel mindenképpen nyernek. Jó, még arról talán nem beszéltünk, hogy te hogy látod, hogyan lehet, hogy nagyon sokat beszélünk különböző fórumokon a generációk közötti különbségekről, hogy ebből adódik némi feszkó, hogy ezt hogyan lehet oldani a leghatékonyabban a könyvtári környezetben, vagy akár azon túl is, hiszen pont erre akartam kiukadni, amikor lehagytam, hogy nagy családban is mozogsz, hogy hogyan oldjátok, és nátok sok generáció is él együtt. Hogyan lehet ezt kiütni, vagy hogyan lehet ezt kipukkasztani, ezt a lufit, generációs különbséges lufit? Hát azért sokat segített nekem, hogy mostani divatos generációk utató stégelvált Krisztiánnak az előadásait hallgattam. Reklámhelye. Igen. Nagyon érdemes. Bátran reklámozhatjuk szerintem. Igen. Nagyon sok mindenre rávilágított. Egyértelműen jött számomra, hogy a türelem az nagyon fontos, akkor, hogy megértsük, hogy mi miért zajlik náluk. Aztán az elfogadás, és hogy higgyünk benne, hogy egyszer csak a mi értékeink is fontosak lesznek számukra. Amit azért az ember megtapasztal, ha már kicsit nagyobbak a gyerekei, hogy olyan 30 éves koruk körül. Igen, anya, tudom, ezt miért csináltad. Most már a beszélgetésünknek a nagy részét megettük, elbeszélgettük, terveztünk itt egy műsoridőt. Én még azt szeretném megkérdezni, hogy szerinted most már az Z-generációval kapcsolatban mi az, amivel alapvetően tévedésben vagyunk? Mi, akik így szemléljük őket, akár pozitívan, akár negatívan? Mi a legnagyobb tévedésünk velük kapcsolatban? Hát ez jó kérdés. Hát, hogyha az olvasást nézem, akkor ugye azt gondoljuk, hogy nem olvasnak. Hát, dehogy nem olvasnak, csak egészen mást és másképpen olvasnak. Tehát a rövid, impulzív történeteket, ami pörög, hát ez nagyon fontos számukra az, hogy esetleg az általuk szeretett sorozatokra reflektáljanak ezek az írások, ezek a fanfiction írások. Hát meg hát ugye, amit a társaik mondanak nekik, nyilván ez az életkori sajátosságokból adódóan fontos, hogy ők mondják meg, hogy mit választanak. De hát
inspirálják egymást. Igen. De már egy jó blogot irány. Olvasnak, inkább ilyen rövid írásokat. És hát én úgy érzem, hogy kifogyhatatlan a te inspirációd az olvasás népszerűsítés kapcsán. Milyen jövőbeli terveid vannak, hiszen még nem jött szóba egyébként a mesterséges intelligencia, amiről szintén már tettél visszajelzés és hagytál nyomot is. Mesélj erről egy kicsit. Hát nagyon jó lenne, ha be tudnánk építeni a munkánkba. De hogy ahogy nézem, milyen lehetőségei vannak a könyvtárosnak a használatára, amire igazán szükség lenne, az biztos, hogy sokára lesz elérhető ingyenesen. De azért már vannak nyomok, és itt arra gondolok, hogy például nagyon jó, hogyha segít olvasmányokat ajánlani. Ez nyomokban megtalálható a moly.hu-n. Mert hogyha beírunk valamit, akkor, hogy mit olvastunk, akkor utána automatikusan fölülik az, hogy akik ezt a könyvet olvasták, regényt olvasták, akkor még mit. Tehát ez nagyon jó lenne, hogyha ez az iskolában személyre szabottá tehető lenne, ez klassz lenne. Aztán, ami még ugye már elérhető és elég régóta, az akadálymentesítés. Nálunk például több látássérült tanuló van, és nekik az jó jön, hogyha valaki felolvassa azt, ami ott van. Aztán egy fantasztikusan jó pedagógiai asszisztens ez a mesterséges intelligencia, de hát csak azt tudja jól használni, akinek azért valami alaptudása van. Ha az ember beír egy témakört, akkor kiválóan el lehet csevegni, hogy milyen klassz ötleteket lehetne órán alkalmazni. De hát természetesen mondom, alaptudás szükséges. Amikor konkrét dolgokat kérdezünk tőle, például Petőfi Sándorról, akkor viszont hajmeresztő válaszokat kapunk, és pontosan ezt kell most a gyerekeknek megtanítanunk, hogy ilyenre ne használják. Meg hogy ebben eligazodjanak, hogy akkor ne szűrjék. Igen. Viszont nekem volt a szerencsém, és jártam a könyvtáradban, és ott vannak verstárgyak, illetve irodalmi témára készült tárgyak is, és most ezt próbálnám összefüggésbe hozni a mesterséges intelligenciával, hiszen lehet vele akár illusztrációkat is készíteni. Ez nagyon jó, hogy mondtad. Így van, és nagyon-nagyon szeretem használni. Például most készítettem egy új könyvtári foglalkozást, könyvtári öttusa névem, ez alapvető könyvtár használat, és hát nyári olimpia ihlette ezt, hogy fú, de jó lenne a kettőt ötvözni, hát mondom, ez kellene valami grafika. És hát akkor sikerült egy olyan grafikát alkotnom, ami egy könyvtár, benne van egy úszoda, és a kettő van kombózva. És azt a mesterséges intelligencia. Teljesen, igen. Csak ugye nagyon jó kell tudni promptokat adni, hogy jó képeket kapjunk. Tehát ezt kell most a gyerekeknek megtanítani, ugyanúgy, mint régen, mikor a információkeresést tanítottuk, tehát, hogy a kulcsszavakat tudják meghatározni egy adott témához. Most, hogyha jó válaszokat akarnak kapni, akkor nekik nagyon jól kell tudni megfogalmazni, hogy mit szeretnének. És akkor itt visszatértünk ahhoz a könyvtáros gondolkozáshoz, hogy kulcsszavak. Igen. Körbeértünk egy picit. Igen. Illetőleg még a robotikára szerettem volna rákérdezni, mert az a másik ilyen nagyon divatos topik most szerintem a könyvtári környezetben. Igen, az érdekel engem is a robotika, és már gondolkoztam rajta, hogy hogyan lehetne. Hát egyelőre lehet, hogy majd valami kis kütyüt beszerzünk a könyvtárba, és az egyelőre csak így a gyerekeket majd elirányítja, ha ezt be lehet programozni. Igazából szerintem inkább ezt ilyen játékra tudjuk használni. Lehet, hogy ezt hát inkább meghagyom a digitális kultúrán tanító. De hát ez látszik, hogy nálad a játék az abszolút működik és él, tehát annak még nagyon-nagyon jó eredménye is születhetnek. Azért azt nem szeretném, hogyha azt gondolnák, hogy így a kedves hallgatók és nézők, hogy játékból áll minden, hanem inkább tényleg, mint a munka egyik fajtája. Ezt úgy fogjuk föl, ezt a játékot. Hogy ilyen játékosan tanítod. Igen. Hát az élményközpontú tanítás, hogy élmények legyenek, és hogy megszüntessük a szorongásukat. A 2019-es egyik tanulmányodban írt, hogy találtam egy nagyon jó dolgot, ami nagyon megfogott, ez pedig így szól, hogy a jó olvasók varázslatos körben élnek, míg a gyengén olvasók élete ördögi körben forog. És egy kicsit mesélj arról, te hol helyezkedsz el ebben a varázslatos körben, és te hol érzed magad megszólítottnak.
Hát én, aki ezt kívülről irányítja, mert azt szeretném, hogy a varázslatos körbe kerüljenek benne azok is, akik ezen kívül estek. Méghozzá azok esnek ezen kívül, akik nem tudnak jól olvasni, lassan olvasnak, keveset olvasnak, és nem értik a szöveget. Ez egy ördögi kör. Ez az ördögi kör. És a varázslatos kör pedig az, amikor szeret olvasni, gyorsabban is olvas, többet olvas, és jobban is megérti ezt a könyvet. Itt gyakorlatilag minden lehetőséget meg kell ragadnod. Vannak-e főbb, nagyobb események, napok, amikhez tudsz kapcsolódni akár a te felépített tantervedben az év folyamán, tanév folyamán? Tanév folyamán a nemzeti ünnepeken kívül vannak egyéb jeles napok is, ilyen például a népmese napja, a magyar kultúra napja januárban, vagy a költészet napja. Ezek a kedvenceim, mert ilyenkor különböző foglalkozásokat tartok, mindig egy-egy tematikát választok, és ebből a szempontból a legjobb a magyar kultúra napja, mert abban mindent bele tudunk tenni, amihez kedvünk van. Az idei évben például magyar híres emberekről volt szó, olyan emberekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, mint Cinka Panna, aztán, hogy ki volt Lugosi Béla, akkor mit kell tudni Karikó Katalinról, és ezeket érdekes játékos feladatokba csomagoltam bele, meg közben könyveket is kellett használni, mert értelmezni kellett különböző kifejezéseket például. A harmadik a költészet napja, ott is számtalan lehetőség adódik arra, hogy megismertessük a gyerekekkel a régebbi vagy a kortárs költészetet, és ilyenkor szoktam ilyen kreatív módszereket kitalálni, mint például a szófelhők, vagy akár különböző titkos írások, varázslatos dolgoknak a használata. És aztán még most megint eszembe jutott egy kérdés, tehát nagyon nehéz ezt a beszélgetést lezárni, de hogy gondolom, hogy a kollégák is kíváncsian szemlélik a te tevékenységedet. Mennek oda továbbképzésre? Vagy ez belefér még a munkaidőtökbe, hogy akár egy szófelhő, mert azért irodalomórán is ez nagyon jól tud lenni, vagy akár matek órán is. Hát van, aki... Mennek hozzád? Hát vagy te is hozzánk. Nek van affinitása egy kicsit ezekhez a dolgokhoz, ők megoldják maguk. De van, aki kevésbé ért ezekhez a dolgokhoz, és ez nagyon érdekes, mert éppen holnap fog jönni hozzám egy kolléganő, aki jött azért, hogy fénymásoljon, kivágjon, ide tegyen, oda tegyen, és teljesen elborzadtam a gondolatra, és mondtam, hogy jó, egy továbbképzést kapsz, hogy hogyan kell egy ilyen anyagot előállítani, és holnap jön, jelenése lesz, és azt mondta, hogy több időt rááldoz erre a dologra, hogy megtanulja azt, hogy hogyan kell ízléses, jó, használható anyagot előállítani. Hát igen. Azt hiszem, a kedves nézőkkel, hallgatókkal teljesen egyetérthetünk, hogy jó kezekbe lesz a kollega, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk, és további ilyen nagyon erős nyitottságot kívánok a munkádhoz, mert ehhez szerintem sem más, ez az alapja a dolognak. Köszönöm. Kedves nézőknek pedig ajánlom ezt a beszélgetést, tanuljanak belőle sokat az Z-generációról, ne nézzünk egymásról olyan messzire és olyan fintorogva. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, a viszontlátásra, a viszonthallásra.